Szia fény! Na, akkor most az előbb egy 5 perce, 7 perce véletlenül, szóval így szoktam tornázni egy kicsit mindig időnként, és véletlenül tapasztaltam, hogy egy ilyen gyakorlat sor után ilyen teljes nyugalom keletkezett bennem, és hát most ezt fogom elmondani, hogy mit csináltam. Szóval, azt csináltam, hogy most te is csinálhatod. Egyenesen állunk, és nyújtózunk hátra egy kicsit, utána jobbra. Az a lényeg, hogy ugye itt a bal oldal végig nyúljon, tehát teljesen a kézfejünktől a lábunkig, minél lentebb. Jó, lehajolni. Úgy is maradhatunk. Talán van is ilyen jóga gyakorlat. És akkor kibelélegeznek lassan. Azt hiszem, hogy ez a... Tehát a legtöbb jóga gyakorlat az így van, ilyesmi. Felvesznek egy ilyen nyújtott testhelyzetet, és akkor minél lassabb légzés kies be. Na szóval, hátra, jobbra, balra nyújtunk. Persze lassan, kényelmesen, ahogy jól esik. Utána le, nyújtogatunk. Aztán újra hátra. És akkor leengedjük a kezet. És utána lélegzünk a koronacsakrán keresztül, tehát normálisan lélegzünk, nyugodtan, lassan be, csak elképzeljük, hogy a fejünk tetején lélegzünk be, tehát belégzés. Kilégzés ugyanott, kifele, utána még egy belégzés, még egy kilégzés. Én ezt mondjuk csukott szemmel szoktam csinálni, és utána kinyitottam a szememet, a fizikait, másikkal pont akkor ugye látunk általában jobban, hogyha a fizikai szem be van csukva, de most azt hagyjuk. Tehát kinyitottam utána a fizikai szememet, és akkor így éreztem, hogy így bizsereg a testem, meg láttam ilyen fénypontokat itt-ott, és akkor önkéntelenül, vagy hát így magától így mondtam, hogy egy vagyok mindennel. Egy vagyok mindennel. És ezt így éreztem is valamennyire. És hát egy olyan csodálatos, nyugodt állapotba kerültem, hogy azt tudnám mondani, hogy ez egy ilyen természetes nyugtató módszer, technika. Nincsen negatív mellékhatása, mint a szintetikus nyugtatóknak, vagy az alap. Tehát ez egy természetes módszer, rám így hatott, most elmondtam neked, ha gondolod, próbáld ki, nem tudom, hogy rád is ugyanilyen hatással lesz é. Szerintem, szóval én egy pár évvel ezelőtt egy olyan elvet
adtam magamnak, hogy mindent próbálja ki, mindent, ami nem káros vagy veszélyes, és nagyon jól tettem, hogy ezt megfogadtam, ezt a tanácsomat, amit saját magamnak adtam. Úgyhogy ezt te is magadévá teheted, ha gondolod. És hát ha kipróbálod ezt a módszert is, akkor látni fogod, hogy rád milyen hatással van. És hogyha pozitív hatással van, akkor alkalmazd minél többet, legalább napi egyszer, de inkább azt mondom, hogy napi ötször, mert akkor fogod napi egyszer alkalmazni. Jó, úgyhogy napi ötször alkalmazd. Itt én azt szoktam csinálni, felírom, vannak ilyen lapjaim, mindenfélét írogatok, és például a spirituális technikákat is. Ilyenek. Érted, ezen van a... Igen, az egyiken a angyal behívás, másikon apostolok védelmi módszere, meg a koronacsakra légzés, a harmadikon pedig a tisztítási módszerek. Ez három ilyen módszer, három rejkis. Az egyik az rejkis, a másik az nem is tisztítás, hanem az a eredeti keresztények, tehát a 2000 évvel ezelőtti keresztvetés, tehát nekik a keresztvetésük, nem a vatikáni keresztvetés. Ezt elmondtam a keresztvetések című videómban. És a harmadik az pedig a földsugárzásoknak az emberre úgymond káros, nem előnyös földsugárzásoknak a kivédése, az is egy bizonyos reiki technikával történik. Na. Szóval érted, és ezeket írogatom azért, hogy lássam, hogy biztosan megcsináljam, és ha nem csinálom meg, akkor legyen egy ilyen visszajelzés. Mert azt tapasztaltam saját magamnak. Mert azt tapasztaltam, hogy így szépen elfelejtődnek a dolgok, ugye valamit megtanulunk valamelyik tanfolyamon, elkezdjük csinálni, aztán közben jön ez, az, amaz, aztán egyszer csak már nem is csináljuk, egyre kevesebbet csináljuk, aztán már nem csináljuk, stb. És ez egy visszajelzés saját magunknak. Nagyon fontosnak tartom a visszajelzéseket magamnak is, meg másoktól is, meg hogy én is visszajelezzek másoknak. Tehát például, hogyha mondjuk valakinek nagyon tetszenek a videói, akkor én is szoktam neki írni, hogy nagyon tetszenek a videóid, köszi, hogy elkészítetted ezeket, stb. Szabadidődben, stb. Nekem is, akik ezt leírták, nagyon jól esett, és nagyon jó, mert fontos a visszajelzés, hogy most lássuk azt, hogy van-e értelme csinálni például ezeket a videókat, meg stb. Érted? Na. És akkor az ilyen listákból pedig látjuk azt, hogy most csináljuk-e a dolgokat, és ha nem csináljuk, akkor valljuk be magunknak, nagyon fontos. Én sokszor csináltam ezt, hogy kimondtam, hogy úgy látszik, hogy én szenvedni akarok még. Mert nem csinálom. Hát itt van a lehetőség, hogy segítsek magamon, és nem csinálom. Nem csináltam most már. Szorgalmasan csinálom. Érted? És ezt be kell vallani magunknak. És a másik embernek is, embert játszó fénynek is megmondhatjuk, hogyha ugye ajánlunk neki ezt, azt, amazt. Az egyik reiki tanárom azt mondta, hogy
három dolgot ajánljunk, tanácsoljunk neki, hogyha valaki hozzánk jön panaszkodni, ugye. Egy az, hogy ugye 5 perc után állítsuk le, hogy elég, szóval nem az a segítség, legalábbis szerintem nem az a segítség, hogy meghallgatjuk, amíg egy óráig nyavajog. Jó, hanem mondd el röviden, hogy mi a problémád, ha azt akarod, hogy meg lehet tőle kérdezni, és ott meg is kell, hogy szeretnéd, hogy adjak tanácsot. Akkor meg fog lepődni az embereknek a 99%-a, ugyanis ő nem szeretné, ő csak panaszkodni szeretne. Jó, akkor meg kell mondanunk, menjél el a templomba, paphoz, vagy a pszichológushoz, jó? Vagy akihez akarsz. De hogyha azt szeretnéd, hogy jobb életed legyen, akkor mondd el 5 percben, hogy mi a probléma, én akkor ajánlok valamit, tanácsolok valamit, vagy ajánlok egy könyvet, egy videót, egy tanfolyamat, akármit, aztán te azt csinálsz, amit akarsz. De ajánlok 3 dolgot, vagy egyszerre, vagy egymás után. Ha egyiket se csinálja meg, akkor meg kell neki mondani, te még nem szenvedtél eleget, nem szeretnél változtatni az életeden, nem haragszom rád semmi, de hozzám többet ne gyere, mert semmi értelme nincsen, mert amit eddig tanácsoltam, nem csináltad meg. Lehet, hogy rossz tanácsokat adtam, ha pedig jó tanácsokat adtam, és nem csináltad meg, szintén nincs értelme többet hozzám jönnöd. Érted? És ez a szeretet, és ez a segítség, nem az, hogy minden nap egy órát meghallgatni, és mondani, hogy jaj, te szegény, tényleg milyen szörnyű életed van, borzasztó. És ettől jobb lesz az élete? Nem. Ez nem szeretet, ez ostobaság. Na, hát ennyit. Ezt is, mint mindent tapasztalatból mondok, rengeteg időt elszúrtam arra, hogy másoknak úgymond segítettem, de valójában nem történt semmi változás az életükben. Jó, nem kell vele bunkónak lenni, de határozottan megmondani neki az igazat. És megmondani neki, hogy tiszteletben tartom a te szabad akaratodat, ha te még szeretnél szenvedni 20 évig, szenvedjél, én ebben nem fogok részt venni, szia, és becsukni az ajtót. És ez lesz neki a legnagyobb segítség, meglátod. És ezt Villás Béla is ezt mondta, én is ezt tapasztaltam, akiknek fél évig volt ez a játszma, mert ez igazából játszma, csak egyik fél se veszi észre, hogy az egyik ember elmegy, a másik az panaszkodik, a másik tanácsol neki valamit, elmegy az egyik. Egy hét múlva, egy nap múlva visszajön, megint panaszkodik egy órát, megint valami tanácsadás, féleség történik, megint elmegy, és semmi nem változik, érted? Ez nem segítség. Ez játszma. És akkor volt, több ilyen esetem volt, jöttek, több hónapig, vagy fél évig, aztán a végén még ugye én voltam a rossz, ugye? És mármint, hogy azt mondta, hogy ugye én miket mondok, meg mit tudom én. És akkor mondtam, hogy figyelj, jó, úgy látszik tényleg semmi értelme beszélgetnünk, akkor szia. Akkor ennyi volt a mi kapcsolatunk. Elment, pár hónap múlva írta, hogy csodálatos az élete, megváltozott. Mondom, jó van. Érted? És ezt rengeteg időt, amit elpazaroltunk, ő is, meg én is, meg lehetett volna spórolni. Hát ott. És mondom, ez. Három dolgot tanácsolni neki. Vagy egyet, az még jobb. És akkor elküldeni, menjél Isten hírével, és aztán, amikor legközelebb jön panaszkodni, akkor megkérdezni tőle, hogy na, elolvastad azt a könyvet, amit ajánlottam, megcsináltad ezt a módszert, nem,
Hát akkor miért jössz ide? Most megint ajánljok valamit, megint nem fogod megcsinálni, akkor mi értelme? Ne pazaroljuk egymás idejét. Szia! Tss! Becsukni az ajtót. Komolyan. Ez segít. Hát figyelj, ne, most meg is lehet tőle kérdezni. 5 évesnek tartod magad, vagy csecsemőnek, hogy hozzám jössz segítségért? Én nem tudok rajtad segíteni, senki nem tud rajtad segíteni, csak te magad. Érted? Most el kell dönteni, hogy óvodás vagy, vagy bár már az óvodás gyerekek is sok mindenben önállóak. Jó, el kell dönteni, vagy hogy értelmes, intelligens, önálló lénynek tartod-e magadat, ha meg igen, akkor pedig csak tanácsadásért menjél ide-oda-amoda. Hogyha valahol elakadtál, vagy elakadtunk, meg lehet kérdezni a másikat, mert ugye mindannyian testvérek vagyunk, segítünk egymásnak, de nem úgy, hogy a másik helyett, mert nem tudjuk helyette járni az ő útját, lehetetlen. Érted? Vagy más megfogalmazásból mondva, nem az a segítség, hogyha valaki nem tud felmászni egy fára, hogy megfogom és tuszkolom fölfele, érted? Miért? Föltuszkolom a fára, de mivel nincs elég ereje ahhoz, hogy ott megkapaszkodjon, mert nem is a saját erejéből ment fel, érted? Ahhoz sincs ereje, hogy ott tovább, hogy megmaradjon ott. Le fog zuhanni. És össze fogja törni magát. És ez így működik. Mindenféle értelemben, nem csak fizikailag. Ugye? Tehát, és ez a szülőknek pedig aztán hatványozottan vonatkozik. Nem az a segítség, hogy a túlságosan aládolgozni a gyereknek, meg persze az se jó, hogy túlságosan magára hagyni, nem foglalkozni vele. Nagyon nehéz lehet, vagy hát nem mondjuk semmire az, hogy nehéz. Mindegy, meg lehet találni az arany középutat mindenben. És én is azt tapasztaltam, hogy az a legjobb. 2500 évvel ezelőtt ugye egy királyfi, Siddhartha herceg, ugye hatalmas, teljes gazdagságból, fényűzésből kiment az erdőbe, aztán teljes, totál nyomorban élt. Ő ezt választott a szabad döntéséből, ugye, és amikor rájött, hogy nem az a jó, nem is a teljes gazdagság, meg a totál szegénység, hanem az arany középút, sőt mindenben ez a legjobb, onnantól kezdve nevezik úgy, hogy ezt tudni kéne, Buddha, Buddha. Nem csak őt nevezik így, de jó, ez közhitben, vagy hogy mondjam, ez van. Na, szóval hát akkor ennyit mára, kedves fénytestvérem, kedves fénylények, mert mindenki az, és minden. Hogy én azt tapasztaltam, hogy érdemes ilyen listákat írni. Kettő. Érdemes mindent kipróbálni, mindent, ami nem veszélyes vagy káros. Jó, mert úgy lesz gazdag az életed, meg úgy lesz tapasztalatod mindenből, úgy tud belekóstolsz, akkor lesz fogalmad egyáltalán róla, hogy mi az. Jó, mert addig csak elmélet. Az meg nem élet. Aki elméletekben él, az nem él. Aztán 3. Nem az a segítés, hogy hallgatni mások panaszkodását, vagy helyette megcsinálni valamit, hanem egy tanácsot adni. Hogyan tovább, mit csináljon, meg lehetnék mondani, hogy én csak az én tanácsomat tudom neked adni,
vagy jó, vagy nem, ez van, hozzám jöttél, én ezt mondom, azt csinálsz, amit akarsz, kész, szia. Lehet neki ajánlani egy könyvet, egy videót, egy tanfolyamot, egy másik illetőt. Jó, de röviden, mindent röviden, és elküldeni. Jó? Feltételezni róla, hogy egy önálló lény is meg tudja oldani a saját dolgát, és meg is mondani neki, hogy csak te tudod magadat kihúzni a szarból, csak te tudsz járni az utadon. 2000 évvel ezelőtt is ez már meg volt mondva. Sziasztok! Nem mondom, hogy legyen szép a napotok a Matrixban, hanem azt kívánom, hogy ébredjünk fel mindannyian, és éljünk ébren, annak tudatában, hogy kik vagyunk, és hogy a többi az pedig csak játék.